Sziasztok! Múlt héten láthattátok a CCR 2004-nek a bemutató videóját, most a héten teszteljük le ezt. Attila, milyen topológiával teszteltük le a CCR 2004-est? A korábbi tesztekkel ellentétben itt egy másik mikrotik rútát használtunk a teszteléshez, mégpedig egy CCR 1072-est, ami végül is a legerősebb router, amit a Mikrotik portfóliójában találhatunk. És rajta van ez az úgynevezett Traffic Generator funkció, ami képes arra, hogy elég jó pontossággal, elég jó paraméterekkel sok-sok paketet vagy keretet generáljon, és utána meg is mérje, hogy ezek a keretek vagy paketek meg is érkeztek. Ezt használtuk a tesztelés során. Topológia szempontjából sajnos voltak korlátaink, hiszen a 1072-n összesen 8 darab SFP plusz port található, míg a teszteléni kívánt eszközön, a 2004-esen ennél sokkal több van, tehát másfélszer ennyi, így nem tudtuk minden portba megfelelő mennyiségű forgalmat generálni, 4 port az mindenképpen üresen maradt, és igaz ez még a 25 gigás portokra is, de így is azért kellőképpen meg tudtuk izzasztani ezt az eszközt. Mértünk rajta szokás szerint bridge-elt forgalomnak az átviteli sebességét, mértünk rajta a rútolt forgalom átviteli sebességét, itt nem csak megabit per szekundumra, tehát maximális átvihető sávszélességre terjed ki a mérés, hanem a paket számra is. És ezek mind körülbelül a specs sheet szerinti eredményt produkálták, tehát bridge-elt és rútolt környezetben a 40 megapaket per szekundum környéki eredményeket elértünk. 40 giga, ugye? 40 gigabit per szekundum, ami ez mégiscsak jobb. Viszont IPv6 esetén ennél szignifikánsan kevesebbet mértünk. IPv6 esetén körülbelül a felét, egy 19 gigabit per szekundumot mértünk, úgyhogy minden porton, amit tudtunk generálni a 1072-ről, toltuk az IPv6 forgalmat. Ennek mi lehet az oka? Ennek valószínűleg az lehetett az ok, hogy az eszköz több erőforrást használ fel az IPv6-os csomagoknak a feldolgozására, mint az IPv4-es csomagoknak a feldolgozására. Azért ez végül is logikus. Ha megnézzük az IPv6-os csomagnak a felépítését, ott egy kétszer akkora méretű IP headerrel találkozunk, ott egy 40 bájtos IPv6 headerünk van, míg az IPv4 esetén csak egy 20 bájtos headerünk van, tehát ennek megfelelően több dolgot kell beolvasni, akármilyen megoldás is van ebben az eszközben, és a cím is hosszabb, azt is fel kell dolgozni, ez alapján meg kell hozni a forwarding döntést. Ez egy lehetséges ok. A másik lehetséges ok természetesen abban tudható be, hogy a Mikrotik IPv4 esetén már mindenféle optimizálásokat végzett az operációs rendszerében, tehát itt már van egy ilyen fast path nevű forwarding üzemmód, vagy a fast track forwarding üzemmód, ami IPv6-ra még nincsen implementálva. Ennek megfelelően elhihető, hogy nem annyira hatékony még az eszköznek a működése IPv6 esetén. Egyébként ez nem annyira nagy dolog, tehát több más router gyártónál is látható különbség az IPv6-os és az IPv4-es performancia esetén. Ilyenkor mindig tudnunk kell, hogy ha egy IPv6 only környezetben szeretnénk használni az eszközt, akkor nem várhatunk el tőle equivalens teljesítményt. Azért ez a 20 gigabit per szekundum azért nem egy rossz. Abszolút nem rossz, azt viszont figyelembe kell venni, hogy az IPv6 elterjedése az most már egyre szignifikánsabb az élet minden területén. Legtöbbször észre sem veszük, hogy IPv6-ot használunk, és tulajdonképpen azt használunk. Hogyha jól emlékszem, akkor PPS-eket is mértünk, ezek hogy alakultak, Attila? Igen, itt ugye az volt a cél, hogy a router forwarding képességét a átvitt csomagoknak a mennyiségére próbáljuk valahogy optimizálni, tehát itt nem az volt egyszerű, hogy a maximális forgalmat át tudjuk rajta vinni, hanem az, hogy a lehető legkisebb szabadon rútolható vagy forwardolható csomagmérettel hány csomagot tud az eszköz egy másodperc alatt továbbítani. Sok esetben ez is fontos lehet, ha olyan speciális forgalmat továbbítunk, ami kis csomagméretet igényel, és természetesen ez egy másik olyan korlát, ami az eszköznek valamiféle limitáció lehet egy ilyen valós világban történő felhasználásban. Itt mértünk kétfajta értéket is, mértük az általunk tesztelt portoknak az összes átvihető csomagszámát egy másodperc alatt, és mértük ugyanezt az értéket egy portra korlátozva.
Természetesen ez hardware-ről hardware-re változó dolog lehet, tehát más rendszerek, más belső felépítésű eszközöknél más limitációkkal találkozhatunk. A számokat láthatjátok a képernyőn, eltérő értékeket mértünk IPv4, IPv6 és a bridge-elés esetén is, de annyira nem kiugróak az értékek. Egyedül IPv6 esetén mértünk valami nagyon alacsony paket per szekundum értéket, 1,6 megapaket per szekundumot, ami valamilyen formában azért mégiscsak meglepő volt. Természetesen akkor már próbáltunk tunelekkel is játszani, hiszen ha már van egy ilyen eszközünk, amiben van egy viszonylag izmos processzor, akkor nézzük meg, hogy mit képes ez teljesíteni valamilyen magasabb szinten. Ezért nekiálltunk tuneleket is építeni. A tunelépítésnek a topológia egy icipicit eltért attól, amit eredetileg használtunk, mivel nem volt elegendő a klasszikus mérőeszköz, meg a mért eszköz, még kellett egy másik segédeszközt is bevonnunk a képbe, aki azokat a tuneleket elindítja, és a 2004-es volt az, ami a tuneleket végződtette. A teszt során egy 1036-os CCR-t használtunk, aminek két darab 10 gigás portja van, ez valamilyen formában megint csak limitált az eszköznek a teszt lehetőségét, hiszen az eddigi 8 port helyett csak két darab porton tudtuk maximálisan hajtani a forgalmat. De egész jó értékeket értünk el, mértünk egy sessionnel is, mértünk két sessionnel is, ugye feltételezhetjük azt, hogyha egy sessionünk van, akkor az egy sessiont valószínűleg a processzor nem fogja tudni két korra széthúzni, és ennek megfelelően az valamiféle belső korlátot jelent majd a routernek a teljesítő képességében. Ezt igazolták is a számok. Tehát az egyik esetben közel 7 gigabit per szekundumot sikerült átvinnünk L2 TP felett, a másik esetben gyakorlatilag 10 gigabit per szekundumot sikerült a két porton továbbítanunk. Ami viszont az eszköznek a maximum volt a portok miatt, ugye? Így van, így van. Azt fontos elmondani, hogy az L2 TP-t ezt az igen optimizált környezetben volt végrehajtva, tehát mivel az egész átvételi utat tudtuk irányítani, ezért a megfelelő helyeken megemeltük az MTU-t, hogy a csomagnak a fragmentálására ne kerülhessen sor, úgyhogy valószínűleg a lehető legoptimálisabb értéket hoztuk ki az eszközből. Tehát még IP-szeket sem használtunk, semmi egyéb? Nem használtunk IP-szeket sem, noha az eszköz maga bír hardware-es IP-szek gyorsítással, ráadásul egész jóval. Tehát ha jól értem, ez a 10 gigabit per szekundum az L2 TP-nél ez az eszköznek a maximuma volt. Attila, szerintem, hogyha kijönnek a Mikrotik portfóliában az új SFP28-as 25 gigabites modulok, akkor teszteljük le ezt újra, jó? Természetesen, ez egy nagyon jó döntés, és ha lesznek még további platformok, amik támogatják ezt a 25 gigabit per szekundumos interfészt, akkor értelemszerűen egy újabb összehasonlító tesztnek is nekiugorhatunk, ahol a különböző platformok teljesítő képességét összehasonlítjuk. Ez volt a CCR 2004-esnek a teljesítménytesztje, hogyha kijön az új SFP28-as modul, akkor jelentkezünk ismételten egy teljesítménytesztel. Addig is, ha a téma érdekel benneteket, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csekkgombot, hogy ne mulasszatok el egyetlen egy epizódot sem. Sziasztok! Sziasztok!